Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 3-0-ra verte a Békés Csabát a kupadöntőben a Fátum Nyíregyháza. Ezüstérmet szerzett a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. Döntetlennel zárult a kisvárdai női kézilabda csapat Fehérvár elleni meccse. A hétvégén a megy 1-es fordulóval elrajtol a megyei foci szezon. Megszerezte idei első bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Kiütése győzelmet aratott Gyulán a Szánsenyiksi együttese. Megvédte címét a Fátum Nyíregyháza, miután a Magyar Kupa érdi döntőjében 3-0-ra legyőzte a Békés Csabát. A csapat játékosait és a szakmai stáb tagjait kedden köszöntötték a nyíregyházi városházán. Ez egy csodálatos dolog, hogy eljutottunk idáig, hogy ötször megvertük a Békés Csabát, és tényleg ebben az a legszebb, hogy eddig még lehetett azt mondani, hogy oké, nem koncentrál a Békés Csaba annyira a kupára, bajnokságra esetleg, de hát én úgy gondolom, hogy ott is azért mindig presztízs mérkőzések voltak, de hát az, hogy egy kupát, az ami már a legeslegélesebb műfaj, ezt is sikerült megnyerni, ez egy csodálatos dolog. Nagyon nehéz elhinni, és főleg az, hogy 3-0-ra tudtunk nyerni, mert tényleg ezt sokszor kiemelem, nem lehet így kívülről esetleg annyira látni, vagy aki nem annyira mozog benne a sportágunkba, hogy ez a Békés Csaba azért egy bomba erős. Nem véletlen, hogy a CEF Kupa 4-es döntőt játszanak, tehát nemzetközi szinten egy magasan jegyzett csapat, és az, hogy mégis van egy csapat, aki meg tudja cibálni a bajszokat, sőt, most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy mindig meg tudjuk verni itthon őket, ez egy óriási dolog, de hát nagyon kell vigyázni, és figyelmeztetem is a lányokat, hogy sajnos minden széria előbb-utóbb megszakad. Nekünk arra kell figyelni, hogy most a bajnokságra koncentráljunk, és ott is a lehető legszebb éremért küzdjünk. Téged ismerve nem sok pihenőt kaphattak a lányok. Ez így van, tegnap volt egy pihenő, de hát jövő héten már játszunk az Újpesten, és ennek megfelelően már a mikrociklust kialakítottuk. Úgyhogy hála Istennek kellemes rendezvény miatt, hogy most itt lehetünk a polgármester úrnál, a délelőtti edzés elmaradt, de hát természetesen délutántól már edzünk, és hát kőkeményen kell dolgoznunk, hiszen nem lehetünk megelégedve. Egy sportoló, egy csapat mindig legyen magával szemben annyira igényes, hogy mindig többre és többre vágyjon. Éppen egy adott környezetben, egy adott mikro környezetben mi voltunk a legjobbak, tehát Magyarországon most egy adott pillanatban mi voltunk a legjobbak, de azon kell dolgozni, hogy ez a periódus minél hosszabb ideig tartson, illetve hát az ember már arra gondol, hogy jövőre ugye biztosan nemzetközi kupázni fogunk, hogy oda is egy jó csapatot építeni. Ugye most eljutottunk már a legjobb 16-ig, legyünk annyira telhetetlenek, hogy vágyjunk még előrébre. Úgyhogy ezért kell dolgozni, hogy ezek az álmok teljesüljenek, és ezért minden nap vértverejtéket ki kell tenni a pályára. Miután a bajnokságban 4-4-szel legyőztétek a Békés Csabát, a kupa dönt előtt kimondatlanul mindenki a Nyíregyházát tartott esélyesebbnek, jelentette ez valamilyen nyomást a mérkőzés előtt? Igen, nyilván azért egy kupadöntő előtt azért nagy nyomás nehezedik mindenki számára. Ugye személy szerint nekem azért jelentett nagy nyomás, mert haza szerettük volna hozni másodjára is a Magyar Kupát, hál' Istennek ez sikerült. Ha csak az eredményt, a 3-0-át nézzük, akkor maga biztos győzelem született. Milyen volt a pályán belülről ez a meccs? Én egyáltalán nem éreztem feszültséget egész mérkőzésen. Nyilván voltak hullámvölgyeink, de abból sikerült mindig jó időben kilábalnunk. A Magyar Röplabda Szövetség elnökeként és Nyíregyháza polgármestereként volt jelen a kupadöntőn. Ha lehet ilyet kérdezni, melyik énje volt az erősebb? Természetesen a nyíregyházi polgármester, mivel mi csapatunk is a döntőbe szerepel, de nagyon erős volt a szövetségi elnöki jelenlétem is, azért, mert nagyon tudtam örülni, hogy ez azért bebizonyította, hogy a fejlődés töretlen a magyar röplabdában. Legalábbis férfiágon még nem annyira, de már ott is vannak kellek, nőiágon egyértelmű.
visszagondolunk arra, hogy tavaly mekkora kupadöntőt játszott a Nyíregyháza Békés Csaba, és ugye Nyíregyháza nyert, az egy óriási nagy meglepetés volt. Most már azt hiszem nem volt olyan nagy meglepetés, bár még mindig a Békés Csabát gondolták esélyesebbnek. És ez azt is mutatja, hogy az elmúlt 3-4 évben nem csak a női válogatott, amely ugye most harmadszor lesz egymás után, 28 év után Európa bajnokságon résztvevő, amit ráadásul Budapesten mi is rendezünk, hanem a női klubok is. Tehát most már van a Békés Csaba mellett a Vasas, a Nyíregyháza, Újpest, Jászberény is jó pályán van, tehát nemzetközi kupákban résztvevő. Hát különösen a Békés Csaba, amelyik ugye a kupadöntő előtti héten a CEF kupában a legjobb 4 közé jutott, ez több mint 20 éve nem volt ilyen, és ugye milyen a másik csapat, a mi csapatunk, aki 3-0-ra megverte. Sok mindentől függ természetesen, nem is lehet összehasonlítani, de azt mindenképp jelzi, hogy a magyar bajnokság színvonala most már azt gondolom, hogy európai szintű lesz. Amikor tavaly a akkori kupagyőzelem kapcsán beszélgetünk, azt mondtad, hogy egy út elején jár a csapat, most a második kupagyőzelme, hol tartottuk ezen az úton? Nagyon összetett kérdés, szerintem itt most már az út második feléhez is elérkeztünk, ugyanis az a helyzet, hogy a magyar bajnokság színvonal rettenetesen emelkedett. Ez abból is látszik, hogy még kis ilyen kivertük a francia abszolút elcsapatot, a Mühlhaust, a Békés Csaba pedig ki is verte a rá váró francia ellenfelet, és így az európai kupasorozatban az első, a második számú kupában a legjobb 4-be került. Most ezt a legjobb 4-be kerülő Békés Csabát vertük most meg 3-0-ra, lényegében tükörsimán. Úgyhogy elmondható, hogy egy európai szinten is most már magasan jegyzett és erős bajnokságban a legjobb csapatok közé tartozunk, úgyhogy abszolút elmondható, hogy a Fátum Nyíregyházában most nem csak magyar, hanem európai szinten is számolni kell és számolni lehet. Ez csak úgy lehetett elérni, hogy egy nagyon koncentrált munka folyt az elmúlt bő 5 évben, és lépésről lépésre jutottunk el. Ugye itt messze nem arról van szó, hogy itt összevásároltunk egy csapatot és nyertünk. Tehát a Békés Csabánál egy 5-szörös német bajnok, montenegró és bosnyák válogatott csapatkapitány szerepeltek, jóval magasabban rangsorolt játékosok, mint nálunk. Ugye nálunk egy 19 éves Tóth Fruzsi nemrégen még a Vasvári iskolába tanult, a 19 éves Vargeliza, 22 éves Brisboa, abszolút kiforratlan, itt röplabdázni igazán megtanuló játékosok verték most meg a nagyon nagy nevű játékosokból álló Békés Csabát. Ez másképp nem fordulhat elő, csak úgy, hogy nagyon magas szakmai munka zajlik a csapat mellett. Ezüstérmet szerzett a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a sorozat győri döntőjében a Honvéd elleni 77-72-es győzelemmel jutottak a fináléba, ahol 84-67-es vereséget szenvedtek a Veszprémtől. A Honvéd nagyon jól játszott, úgy gondolom, agresszívek voltak, és nagyon nehezen találtuk meg azt az utat, ami a győzelemhez vezetett. Nehéz mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg, és megérdemelten jutottunk be a döntőbe. A döntőben viszont az első negyedet kivéve nem nagyon találta a Nyíregyháza Blue Sharks fogást a Veszprémen. Ebben a meccsben most ennyi volt? Valóban így volt, úgy gondolom, hogy nem volt reális esélyünk arra, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Tóth Geri az első mérkőzésen a Honvéd ellen sajnos a sérüléséből adódóan kevesebbet játszott ugyan, de ennek ellenére a sérülése súlyosbodott, és nem tudott már a döntőben pályára lépni. És azzal, hogy a csapatunkból ő kivált, teljesen megváltozott a csapatunknak a játéka, a palánk alatti játékunk nem volt olyan erős. Ennek függvényében úgy gondolom, hogy nem volt sajnos reális esélyünk már az első negyed után arra, hogy megnyerjük a találkozót. Ugye egy bronzérem és egy ezüstérem után ismét egy ezüst következett, 3 év alatt 3 érem a HEP kupában összességében, nem csak ezzel a mostani tornával, a HEP kupa szerepléssel mennyire lehet elégedett a klub vezetése? Úgy gondolom, hogy maximálisan elégedettek lehetünk. Természetesen mindenki álmodozik és szeretné a legjobb eredményt elérni, és szeretné, hogyha aranyérmesek lehetnénk. Látható, hogy ebben a mérkőzésben ez most nem volt benne. A Veszprém nagyon agresszíven, okosan és szépen játszott. Ráadásul erős csapatuk van. Láthatjuk, hogy a bajnokságban 19 mérkőzésből 19-et megnyertek. Nekünk meg kell nézni azt, hogy a bajnokság további részében hogyan tudunk rajtuk fogást találni. Bízom benne, hogy Tóth Gergő nem sokára felépül és erősítheti majd a csapatot, de figyelnünk kell a következő mérkőzésekre, és meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Most jönnek a legfontosabb meccsek, bár ezt minden meccs előtt el lehet mondani, de most jön a bajnokság alapszakaszának a hajrája, aztán majd a rájátszásban következnek a meccsek. Hol tart a csapat most ahhoz képest, amilyen formában kell lennie majd a hajrára? A formánk felfelé ívelő,
és ezt az eredményeink is mutatják. Valóban a bajnokságban jönnek azok a mérkőzések, amivel kivívhatjuk azt, hogy előre tudjunk lépni az alapszakasz negyedik helyre. Nekünk nagyon kellene az ugye annak a reményében, hogy könnyebben tudjunk esetlegesen négy közé jutni. Aztán a négy között bármi megtörténhet, tudom, hogy nem hazai pályán fogjuk kezdeni valószínűleg a négy között a rájátszás, de előbb jussunk el oda, és azzal foglalkozzunk, hogy be tudjon kerülni a csapatunk a legjobb négy közé. Döntetlennel zárult a kisvárdai női kézilabda csapat Albafehérvár elleni mérkőzése. Dévényi János együttese hazai pályán 22-22-es döntetlent játszott a vendégekkel. Egy igazságos döntetlen született. Úgy éreztem, hogy egész végig uraltuk a meccset, egy komoly taktikai csata folyt mind a két oldalon, ami a kézlabdában előfordulhat, az már előfordult. Viszont a támadójátékunk, a 22 gól, az egy nagyon-nagyon dicséretes, és a védelmünkre próbáltunk alapozni, ami nagyon-nagyon jól működött. Amiben azt éreztem, hogy nem játszottunk elég jó sebességgel, és azon próbáltunk folyamatosan változtatni a labdafelhozatal, kihasználni ugye a cseréjét a kisvárdának. Abban lassúak voltunk, illetve hát megállt a támadójátékunk, ott 3-4 játékosomtól sokkal-sokkal többet várnék, mert hát nyilván ott beszűkült a játék lehetőségünk. Ha a meccs előtt valaki azt mondja, hogy ma döntetlen érünk el, akkor azzal mindenképpen elégedett lennék. Most azért van egy pici hiányérzetem, de természetesen nagyon örülünk, mert azért innen Kisvárdáról elvinni egy pont, ez mindenképpen nagyon-nagyon pozitív dolog. Gratulálok a Fehérvárnak, hiszen nagyon jól kezdték az első fél időt, illetve a másik fél idő elejét is. Kapaszkodtunk folyamatosan vissza a meccsbe. Tényleg óriási taktikai csata volt, védekezés, váltások, emberfogás, nyitott védekezés, ami lehetett, ugye mindkét oldalt bevetett. Ugye Mendi parádézott, tehát valamilyen formában orvosolnunk kellett, más megoldást nem találtam, de ez be is jött valamilyen formában. Ami borzasztó számomra, az az átlevők teljesítménye. Tehát viszonyatosan gyengén muzsukáltak ma, a szélsőket viszont ellenben valamilyen szinten itt a beállókat dicséret illetve azt mondom, a védekezésünk nekünk is rendben volt, illetve Betty is adott egy nagyon jó stabilitást ebbe. Tényleg ki kell mondjuk rákényszerülnünk erre a sok cserés játékra, mert amiután átvettem a csapatot múlt héten, ugye egyből érre mentünk, nem volt idő, de hételen csináltam egy állóképességi tesztet, és olyan számok jöttek ki, ami arra a tragédiával egyenértékű. Ez nem egy, meg is két hét lesz felépíteni, illetve visszahozni a csapatot állóképességi oldalról. Úgyhogy van mit dolgoznunk, és örülünk utólagosan az X-nek, azt kell mondjuk, hogy nyertünk egy pontot. Szomorúk vagyunk, mert csak egy pontot szereztünk. Na, sok hiba volt a mi részünkről, de remélem a jövő meccsre ezt majd ki fogjuk javítani, és nagyon jobbak leszünk még támadásban is. A védekezésben ott jó álltunk, vetésbe segített ebbe, de szerintem még egy nagyobb szintre kell felhozni a játékunkat, és remélem a jövő meccset azt két ponttal fejezzük be. A hétvégén a megyei első osztályú bajnokság 16. fordulójának mérkőzéseivel elrajtol a megyei futballszezon. A Holt idényben történtekről az MLS megyei igazgatóját, Vaka Árpádot kérdeztük. Idén már 7. alkalommal tudtuk megszervezni ezt a nagypályás műfőestornát, méghozzá 4 városban, 5 pályán, azért 5 pályán, mert Nyíregyházan ugye mind a két műfős pálya be volt fogva, ennek köszönhető, hogy ennyi helyszínen tudtuk megrendezni, így 50 csapatnevezését tudtuk elfogadni, szerencsére nem maradtak el mérkőzések, minden mérkőzést megrendeztünk, mindenhol megjelentek a csapatok rendben, az 5 hét alatt nem volt különösebb probléma, egy-két kiállítás természetesen egy ilyen felkészülési tornában benne van, de igazából megfelelően szolgálta a csapatok felkészülését, aminek külön örülünk, hogy talán csak az első hétvége, a nyitó hétvége volt olyan, amikor még a havat kellett takarítani a pályáról. Egyébként utána, főleg februárban olyan csodálatos idő volt, hogy itt-ott már 10-12 fokba is játszottak a csapatok, úgyhogy azt hiszem, hogy a felkészülésüket maximálisan szolgálta minden megyei csapatnak.
nem csak a futballisták hangoltak a tavaszi folytatásra, hanem a játékvezetők, az igazgatóság dolgozói megtartották a hagyományos szövetségkupát. Az hogyan sikeredett? Szerencsére jó hangulatban zajlott. Múlt hét szombaton a szövetségkupánk már lassan a 20. alkalommal szervezzük ezt meg, és így ahogy mondod, itt a megyei futballban résztvevők, azért dolgozók alkotnak egy-egy kispályás csapatot, a játékvezetők mellett a megyei edzők, a kormányhivatal csapata, illetve már második éve meghívjuk a megyei sportegyesületi elnökök csapatát. Ők mérkőztek egymással, körmérkőzéses rendszer volt, mi pedig jó házigazdához méltóan mindenkit magunk elé engedtünk. Egyébként tényleg egy jó hangulatú torna volt, és most a játékvezetők, a megyei játékvezetők nyertek az edzők és az egyesületi elnökök előtt. Lezárult az átigazolási időszak, milyen volt a játékos mozgás a megyei fociban? Nagyon sokáig pangott az átigazolási piacra, beszéltünk is, hogy meglepően kevés a mozgás, és mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy télen meg különösen a legtöbb mozgás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Hát ez az utolsó három napra korlátozódott, ugyanis az utolsó három napban több mint 400 kérvény érkezett be a rendszerbe, úgyhogy eszméletlen sok átigazolás volt, nagyon meg kellett hajtani magukat a fiúknak, két kollégámnak, mert az utolsó napokban azért adtak munkát a csapatok. Egyébként mondom, az átigazolás első három hete az rendben csendesen lezajlott, de az utolsó napokban azért nagyon sok együttesnél váltottak csapatot a játékosok, utánpótlás és felnőtt szinten egyaránt. Ugye a megyei első osztály küzdelmeivel kezdődik a hétvégén a tavaszi szezon, aztán jön a megye 2, megye 3. Az időjárás tekintve a csapatoktól érkező információkat tekintve mennyire nyugodtan várjátok a rajtot? Jelen pillanatban nagyon nyugodtan várjuk a rajtot, hiszen mai nap folyamán beszéltünk valamennyi rendező gárdával, és mind a 8 helyszínen megfelelőek a körülmények, úgyhogy most úgy néz ki, hogy teljes fordulót tudunk rendezni a megyei első osztályban. Lesznek olyan mérkőzések, ami Műfőn rendeznek meg, ugye a Nagycsed érthető okok miatt, hiszen pályabetiltás miatt játszik Nyírbátorban a Vásáros. A fehérgyarmatiaknak a pályájuk azért lent fekszik, tehát mélyen fekszik, és annak ellenére, hogy ilyen jó idő volt az elmúlt két hétben, és a legtöbb megyei pálya felszáradt, kiengedett és felszáradt, és játékra alkalmas, a fehérgyarmatiak inkább azt mondják, hogy azért a Műfőn jobban tudnának játszani, úgyhogy úgy néz ki, hogy a fehérgyarmat mérkőzése a Műfőn lesz, illetve a balkányi pálya is elég mélyen fekszik, és a balkániak pedig a Nyíregyházi Városi Stadionba hozzák be a Máté Szalka elleni rangadójukat. Ugye említettem, hogy ez a hétvége a megye 1, hogy néz ki a folytatás? Jövő héten, március első hétvégén indul a megye 2, több utánpótlás bajnokságunkkal egyetemben, hiszen ne felejtsük, az utánpótlás bajnokságaink is beindulnak, majd rá egy hétre indul a megye 3, és szintén több utánpótlás, itt még március végén, április elején a női bajnokságaink is beindulnak, a leánybajnokságaink, úgyhogy lassan, teljesen egészében minden csapat megkezdi a tavaszi szereplést, és bízunk benne, hogy egy jó tavaszi szezont látunk majd. Megszerezte idei első bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese, 67-59-re verte a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia csapatát. Az igazság ugye, hogy ki kellett várnunk azt az ellenfelet, akire valamilyen esélyünk is lehet. Ugye úgy ugyanúgy zömében utánpótláskorú játékosok, mint mi, egy-két idősebb játékossal kiegészítve, tehát így az arányok azok teljesen jók voltak. Az igazság, hogy készültünk erre a mérkőzésre, főleg azért, mert ugye a következő nap junior mérkőzés is volt, tehát a kettőt úgy próbáltuk meg összekapcsolni, hogy hasonló stílusban játszik a Székesfehérvár, mint amilyen a Törökfalusi is játszott, ezért ugye jó dolgunk volt, mert ugye csak erre kellett készülni. Jó formát fogtak ki az idősebb játékosaink, tehát itt ugye a Vivien és az Anna azok most kimondottan jól szálltak be a mérkőzésbe, és ehhez ugye sikerült a juniorok közül is 3-4 embernek olyan jó teljesítményt nyújtania, ami mindenféleképpen eredménye az, hogy megnyertük ezt a mérkőzést. A védekezésben próbáltunk különböző védekezési formákat, főleg azért, mert ugye volt egy játékos a Székesfehérvárnak, aki igencsak pont erősnek bizonyult, és hogy emberfogással nem minden esetben sikerült ezt a kérdést megoldanunk. Az igazság, hogy sokat tudtunk cserélni, rá tudtunk például a következő mérkőzésre, és mindenféleképpen egy újra se dicséret volt a csapatnak, hogy képes volt küzdeni, még akkor is, hogyha a végére egy kicsikét azért szintén ilyen kemény mérkőzésé fajult ez az egész, de fel tudtuk venni ezt a harcot is, és így hál' Istennek sikerült egy újabb győzelmet begyűjtenünk. Egy győzelem mindig jót tesz a lelkeknek. Mekkora motivációt pusztad ezt a folytatást illetően? Ugye most a következő csapat, az a Pink csapata érkezik, aki szerint úgy gondolom, hogy hazai pályán szintén vehető. Itt ugye megint csak az a kérdés, hogy hány ásjátékos fog érkezni velük, mert ugye ők úgy szokták játszani a mérkőzésüket, hogy szombaton lejátsz az A csapat a mérkőzését, és onnan 4-5 játékos ugye szépen
buszra ültetnek, és másnap lejönnek a bismeccset is lejátszani. Nekünk ugye ez mindenféleképpen jó jönne hazai pályán ez a győzelem, de azt is tudni kell, hogy ugye ezen a héten még másik két junior mérkőzés is le kell játszanunk, mert voltak annyira ügyesek a juniorok, hogy Fönt-Pesten csak 4 ponttal kaptak ki a török forristól. Ez azt jelentette, hogy az összesítésben mi jutottunk tovább, tehát van lehetőség a Kecskemét ellen akár a 8-ba jutást is megcélozni, de ugye ez azt jelenti, hogy a jövő héten két junior meccset kell játszani, ehhez hozzá kell tenni még ezt az amatőr NB1-et, ami ugye azt jelenti, hogy nem kevés teher hárul most ezekre a játékosokra. Én itt per pillanat abba bízok, hogy itt az a 4 idősebbünk, aki van, az szintén oroszlán részt tud majd vállalni a vasárnapi mérkőzésből, és akkor esetleg ugye úgy forgatva a juniorokat, ugyanúgy sikerül megoldanunk azt, hogy sikerült a Székesfehér elleni győzelmet is megoldani. A megyei első osztályú tabella 13. helyén várja a tavaszi rajtot a Máté Szalkai futballcsapat. Az idén 100. születésnapját ünneplő MNTK célja, hogy a középmezőnyben zárja a bajnokságot. A fiúk január közepén kezdték el 15-én a felkészülést, ami egy hónapon át tart. Ez egy nagyon komoly felkészülési ciklus volt, hiszen a régi edzővel, Templémével végezték ezt a felkészülést, és eleinte heti 3 edzéssel, aztán volt egy kis mini edzőtábor is, ahol napi 2 edzést tartottak, és most az elmúlt 2 hétben már műfős nagypályán edzőmérkőzéseken vannak túl. Fontos, hogy olyan játékosokat sikerült visszacsábítani, akik eleve itt nevelkedtek, vagy pedig már korábban játszottak itt. Így aztán hozzánk került a Botos Fivérek, közül a Dániel és a Sándor, akivel úgy gondolom, hogy a szakmai stáb azért is lehet elégedett, mert egy stabil középpályás posztot betöltő játékosokról van szó. Ennek következtében talán egy kicsit a támadó futball előtérbe helyeződhet a tavaszi szezonban, és egy innen Máté Szalkáról származó kapust is sikerült visszaigazolnunk, aki a DVSC-nek a akadémiáján nevelkedett, majd pedig a Hajdúböszörményben volt az előző szezonban, így ő jött még ide vissza hozzánk. Én remélem, hogy ő is a csapat segítségére tud lenni. Egy 100 éves egyesületről van szó, ebben az évben jubileumi évet ünnepelhetünk itt a Máté Szalkai MTK keretein belül, és úgy gondolom, hogy nem csak a labdarúgás és a labdarúgás utánpótlás csapatai ennek méltóan képviselik a csapatot a nemzeti bajnokságokban, hanem az egyéb szakosztályok, a másik 7 szakosztály is kiváló módon. Így aztán nagyon remélem azt elnökként is, és vezetőségi tagként is, hogy a felnőtt labdarúgó csapatunk is méltán fogja képviselni ebben a tavaszi szezonban a Máté Szalkai színeket. Én nagyon szeretném azt, hogyha a jelenlegi játékos edző, akit úgy gondolom, hogy elfogadtak most a játékosok, és nagy elánnal készültek itt a felkészülés különböző fázisaiban, tudta motiválni a játékosokat, ez nagyon fontos. Ennek következtében, ha már egy viszonylag közönség szórakoztatóbb játékot produkálnának, akkor egyrészt ez is a megelégedésnek a tárgya lehetne, mivel ennek következménye az, hogy a pályán nyújtott lendületesebb teljesítmény az az eredményekben is megmutatkozik. Én azt szeretném, hogyha ebben a bajnoki évadban a realitás legalábbis megvan ehhez, felzárkóznánk és erős középcsapatként tudnánk befejezni ezt a bajnoki szezont. Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült összeállni télen. Mindazok mellett, hogy voltak sérülteink, és vannak még sérülteink, akik, de úgy néz ki, szépen lassan kiegyenesedünk. Én úgy gondolom, hogy ez a tavaszi szezon jó szezon kell legyen. Nagyon jó készültünk, úgy érzem én. Ezt majd a meccsek majd meg fogják mutatni biztosan. Nem szeretném elhamarkodottan elkiáltani magamat, de én úgy gondolom, hogy meg fogjuk állni a helyünket, és mindenféleképpen az a cél, hogy benn maradjunk, az nekem egy kicsit kevés. Én úgy gondolom, hogy picit még feljebb is kéne tornászunk magunkat valószínűleg. Tehát nem csak a kiesést elkülön, hanem én úgy gondolom, a középmezőnyben szeretnénk én végezni, az én saját célkitűzésem. Úgy gondolom, hogy a keret adott rá. Remélem, hogy nem hazudtam magamat. A fiúk nagyon jól készültek, munkát elvégezve, én úgy gondolom, hogy bennünk lesz a jó eredmény. Volt egy hosszabb sérülése nekem is, nem vagyok én ezt hozzászokva, elég sokat ültem most a kispadon, 2,5 hónapot nem edzettem, volt ez elég komoly szakadásom, most már úgy néz ki, hogy helyre jövök én is. Nagyon rossz volt kintről, megmondom őszintén, tehát ezt most először éltem át, hogy milyen kívülről végig dirizsálni, úgymond a meccset, végigirányítani a meccset. Én úgy gondolom, ha bent vagyok, azért még jobban közele vagyok a fiúkhoz, jobban át tudom nekik a gondolataimat.
Ez elég jól működött, úgy gondolom, az utolsó 4 fordulóba is. Remélem, hogy ez ugyanígy fog maradni most is a tavasszal. Ehhez én is egy nagyon jó teljesítményt kell adjak. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy mint edzőjátékos, hogyha én hibázok, akkor nem nagyon kérhetem számom a játékosoktól. Tehát ez egy edzőjátékosnak úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz dolga. Tehát minél jobban le kell csökkentsem is a hibákat, és a fiúkat így tudom motiválni, én úgy gondolom legjobban, hogy nagyon jó hozzáállással, nagyon jó akarattal, ambícióval. Remélem, hogy így hallgatni fognak rám belülről, még könnyebben, mint kívülről. Kiütéses győzelmet aratott Gyulán a Szánsányikse. Kovács Tibor együttese 104-53-ra verte a hazaiak csapatát. Alapvetően erre számítottunk, mert a tabellán elfoglalt helyezést, illetve hát ismerve az ellenfél, illetve a mi csapatunk játékerejét, szerencsétlenség nélkül mondhatom, hogy alapvetően reálisan úgy mentünk oda, hogy győzelmi esélyünk van, és ezt semmi kétséget nem akarunk e felől hagyni, illetve úgy készültünk, hogy ennek tudatában az idősebb, rutinusabb játékosaink kevesebbet, vagy egyáltalán nem játszanak, és a profitálás ez akkor történt, hogy lényegében a meccs nagyon nagy részét a fiataljaink játszották végig. Ki kevesebbet, ki többet, de elsősorban ők játszottak. A következő mérkőzés a Békés Csaba elleni meccs lesz idegenben. Ott milyenek az esélyek? Ott már ezeket a tapasztalatokat is szeretnénk felhasználni, mert ez a néhány játékosunknak ez a tapasztalat is sokat jelentett. Ott természetesen már teljes csapattal szeretnénk kiállni, ha csak valamilyen munkahelyi egészségi probléma nem jön közbe, bízunk benne, hogy nem. Látva az eddigi eredményeket és elsősorban a hazai mérkőzését Békés Csabának, azért szoros eredményre számítunk, bízunk benne, hogy nem úgy lesz. Nagyon nehéz lesz ott nyerni, de úgy készülünk, hogy természetesen nyerni szeretnénk. A keleti csoportban 3 csapat úgy tűnik egy picit elszakad a többiektől, jelenleg a negyedik a Szentsenyikse. Van esély esetleg utolérni ezt a 3-ast? Igazából számolgatunk, de alapvetően nem ez a cél. A jelenállás szerint a versenykiírásban megvan, hogy rájátszás lesz, mint ahogy 2 évvel ezelőtt is egy alacsonyabb helyről sikerült, tehát pontosan egy hátrébb rangsorolt helyről sikerült előrébb kerülni. Most is megvan erre a szansunk, de a realitás ezt mutatja, hogy sajnos ott a 3.-4. helyen van most a csapatunk. Fizikálisan, összjátéktudásban a Szolnok, a Cegléd és ez a Debrecen is még jelenállás szerint előttünk van, de hát igyekszünk arra, hogy legalább az egyik őket megelőzzük. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!